Akkor jó estét kívánok, és sok szeretettel köszöntöm Önöket a Művészet és Pszichoanalízis című műhelybeszélgetés sorozaton, amely a Ferenczi Sándor Egyesület, a József Attila Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum közösen szervezett sorozata. A mai estén Csád Gézáról fogunk beszélni, illetve hangzik el egy előadás, és azt szeretném bevezetően mondani, hogy Csád Gézával egy művészet és pszichoanalízis kapcsán nem először foglalkozunk, még ebben a sorozatban sem, ugyanis 2010-ben Kővári Zoltán pszichológus tartott anyagyilkosság, morfium és pszichoanalízis címmel előadást, trauma és alkotó folyamat Csád Géza életművében, illetve Kosztolányi Dezsőjében, és 2015-ben pedig mai meghívottunk, egyik meghívottunk Molnár Eszter Edina és Szajbéli Mihály tartott előadást Csád Géza gyermekkori és ifjúkori naplóiról. Tehát ez nagyon érthető, hogy Csád Géza, aki orvos és író is volt, nem először kerül szóba a mi sorozatunkba, és hát azt reméljük, hogy talán nem is utoljára. Nos, nagyon szépen köszönöm Jancsikit Erzsébet muzeológus könyvtárosnak, a PIM munkatársának, és Molnár Eszter Edinának, irodalomtörténész muzeológusnak, hogy elfogadta a felkérésemet ebbe a sorozatba. És a lelkeink, amelyekben nem hiszünk, egyszerre valahonnan bebújnak a testünkbe, és irányozzák cselekedeteinket, címmel fognak pszichoanalízis Csád Géza novelláiban és naplóiban címmel előadást tartani, és annyit szeretnék elmondani, hogy ez célzottan a kiállításhoz, a Csád Géza kiállításhoz kapcsolódó esemény, és Eszter a kiállítás egyik kurátora, és ezt a kiállítást főleg, hogyha kellemes impressziót, vagy hát elgondolkodtató impressziót gyakorol önökre az előadás, akkor nagyon szívesen ajánlom megtekintésre, mert elmélyítheti az ismereteket és a benyomásokat. És akkor nem, még azt szeretném mondani, hogy ugye az elhangzó részleteket pedig Sipos Imre színművész fogja tolmácsolni nekünk, akinek szintén nagyon köszönöm, hogy eljött és megszólaltatja az szövegeket. És akkor egy ilyen szolgálati közleményként a telefonokat halkítsuk el, ha lehetséges, mert felvétel készül az eseményről. Azt hiszem már csak egyet felejtettem el, hogy én pedig Takács Mónika irodalomtörténész vagyok, a sorozat szerkesztője. És át is adnám a szót Jancsikét Erzsébetnek és Molnár Eszter Edinának. Nagyon szépen köszönjük, és mi is sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon örülünk, hogy ilyen nagy számban eljöttek. És ezzel a lendülettel tovább is adnám a szót a Imrének, hogy az első felolvasást meghallgassuk tőle. Csád Géza Brenner Dezsőnek 1913. március 23-án. Drága Dezső öcskösöm! Sietek neked válaszolni, hogy Makón, az idegen városban magányodat és idegen állapotodat társassá és biztosabbá tegyem. Ha érezzük, hogy szeretnek bennünket, bár itt, bár ott vagyunk, ez mindig jó, nyugalmas érzést ad. Az analizálatlan állapot átkáról beszélsz. Valóban, nem lehet eléggé ajánlani az analízist. Mi most Olgával állandóan ebben fáradozunk. Bámulatosan sikerült őt kianalizálnom. Minden apró kis ravaszkodását, fogását megmagyarázom neki. Bámul, tiltakozik, nevet, kétségbe esik, de végre is bevallja, hogy úgy van, eltaláltam. Például, utcán megyünk, szép lány megy el mellettünk, Olga az ibolya csokrába szagol. Analízis. Ő biztosra veszi, hogy a nőt meg fogom nézni. Félrenézni direkt nem akar. Becsapja tehát magát azzal, hogy a csokorba szagol, és így néz félre. Ezzel egy. Megmenekül a fájdalomtól, amit annak a konstatálása adna, hogy megnéztem a nőt. Kettő. Fennmarad a lehetőség, hogy talán nem is néztem meg. Három. Nem kell bevallania magának, hogy szándékosan tekintett el az ügy megfigyelésétől. Eleinte, 4-5 napja csináljuk ezt, rémes nehezen tudtam kivinni, hogy bevallja, hogy igen,
de mióta a tiltakozás okait is kimutattam, nem teszi. Ennek okai voltak: 1. Az aggodalom, hogy teljesen belelátok. 2. A félelem, hogy a jövőben sem fog semmit eltitkolni tudni előttem, az ösztönszerű előregondolás arra az esetre, ha csalni jön nekedve. 3. A sok szenvedés, amit a hasonló analízisek után el kell majd szedvednie azon a rében, hogy ő is teljesen belém lát, és sok lelki hűtlenségemet szemlélni lesz kénytelen. Bámulatos, milyen új, nagyszerű korszakba jutott ezzel szerelmünk. Most kezdem őt méltó nőnek érezni. Koitusz után nincs többé az az érzésem, hogy nem érdemelte meg a gyönyört és az ondót. Ő maga is bevallja, hogy kínzó féltékenysége megszűnt. Könnyebben, jobban érzi magát. Ezt nem bánom. Mert tulajdonképp emellett sokkal érzékenyebb lett, és sokkal hasonlóbb a vonzalma az enyémhez, mint annak előtte. El kell szenvednie a tisztánlátás gyötrelmeit, mert én is tisztán látok, és szenvedek a pszichológiai tudásom által. És már tisztán lát. Úgy érzem, hogy csak most következik az igazi nevelés és szerelmi fejlődés korszaka. Egyébként hegedülni is tanítom. Hallása nem valami híres, de ritmus érzéke jó. Ami a te analízisedet illeti, kérlek, írj nekem. Írj a következő kérdésekről. 1. Viszonyod apádhoz. Vonzalmat, haragod, irigységed iránta. 2. Viszonyod mostohádhoz. Ugyanezek a pontok. 3. Viszonyod magadhoz. Reményeid, elégedetlenséged, mit tartasz magadról a legjobbakat, mit érdemelnél a legjobbat a sorstól, miben érzed hibásnak magad, és miben érzed, hogy helyesen, okosan cselekedtél. Milyen önvádlásaid vannak? Mit cselekedtél helytelenül? Miket bántál meg? Miket bánsz ma is? 4. Viszonyod velem. Vonzalmad, haragod, irigységed, hálád, szemrehányásaid. Mit vársz tőlem, és mit gondolsz rólam? Miben védettem ellened, és miben használtam neked? Mindent még túlozva írjál. Azt hiszem, ezek a dolgok kötik le leginkább az energiáidat. Ami az írói energiákat illeti, ez pedig főképp az a gondolat, hogy nehezen menne az írás méltó elhelyezése, igaz? Ami Blankit illeti, és párosodástokat, az kétségtelen, hogy minden két ember jó pár, akik egymással szemben őszinteségre képesek. Ezt tudnilik a legnagyobb jó indulat. Erre például nem volt képes Irénke. Mert mi a fontos, hogy a társak egymással szemben csak szeretetet érezzenek, és dühöt, bosszút, kellemetlenséget, szemrehányást, semmit. Olgával való házasságom ellen például eddig a legfőbb érv az volt, hogy nem képes és nem mer és nem akar teljesen őszinte lenni. Sok apró düh, bosszú volt bennem ellene. Ma ez nincs többé. Kényszerítettem az őszinteségre, és most nevelem feleséggé. Féltékenységem iránta eltűnt, aggodalmaim is. Csak jót várok a házasságtól. Ma például azt mondtam neki, hogy ha már elmarad a menstruációja, akkor is hű maradok hozzá. Először nem akart erről hallani. Arra az álláspontra helyezkedett mintegy, hogy vagy sohase, vagy csak 50 éves korában, jó távoli időt adományozott magának, fog majd elmaradni, és olyasmit remél, hogy addig én is inaktív leszek. Én azonban megnyugtattam, hogy ez öncsaló gondolat, amelyben nincs igazi haszna. Kijelentettem, hogy ha hamarabb is elmarad, én hű maradok hozzá, mert szüzességét nekem adta, tehát érdemes rá, hogy lemondjak más nőkről. Végtelen hálával, könnyes szemekkel nézett rám, és hosszú faggatás után de bevallotta, hogy igen sokat, nagyon aggódva gondolt e kérdésre. Ez az analízis áldása. Békét és egyetértést teremt. Mi folyton olyan dolgokról beszélünk most vele, amiről az emberek általában a legbizalmasabb viszonyba se sose szoktak beszélni egymással. Mai napi adag 0,6 g panopon volt, holnap csak 0,4 lesz. Isteni leend a szabadulás. Sürgős leveledet várja, és sokszor csókol Józsi. Nagyon szépen köszönjük. Arra gondoltunk Erzsivel, hogy úgy építjük fel a mai estet, hogy először én fogok beszélni, ahogy a vetítésen is látszik, a pszichoanalízisről, csátnaplóiban is leveleiből, és ezt követően pedig Erzsi a pszichoanalízisről, a csátnovellákban. Tehát az én előadásom is nagyjából két részre fog
tisztódni. Hát egyrészt az orvos csát szempontjából a pszichoanalízis, illetve hogy az orvosi pályafutásában a pszichoanalízis milyen szerepet töltött be, másodszorban pedig, hogy csát magánéletében milyen szerepet töltött be a pszichoanalízis, és lényegében egy ehhez kapcsolódó idézetet hallhattunk az előbb a művész úrtól. Viszont kicsit visszamennék az időbe, egészen pontosan csátnak a pályaválasztásához, mert hogy ugye az utókor egyértelműen, nem tudom, hogy miért nem vált a dia, most jó. Szóval, hogy az utókor egyértelműen íróként tartja számon, és úgy mellesleg szokás róla tudni, hogy orvos is volt, viszont azt már talán kevésbé, hogy eredetileg egyáltalán nem írónak és nem is orvosnak készült, hanem sokkal inkább zeneszerzőnek. Csak hát ugye nem vették fel a Zeneakadémiára, ennek különböző okai voltak. Például, hogy soha nem volt elég szorgalmas tanuló, nem gyakorolta és nem tanulta meg az összhangzattant, úgyhogy tulajdonképpen alkalmatlan volt erre a pályafutásra. Meg hát a felvételi a saját zeneszerzeményét vitte, és hát ez nem tetszést váltott ki a felvételiztetőkből. Minden esetre a sikertelen zeneakadémiai felvételit követően még mindig gondolkodott képzőművészetben is, hogy festőművész lesz, viszont közben ott volt a háta mögött egy nagyon szigorú ügyvédember, az édesapja, aki sokkal inkább szerette volna, hogyha valami hagyományos polgári egzisztenciát választ a saját maga számára. És tulajdonképpen Csátnak is már ekkor is nagyon fontos volt az anyagi szempont is, és hát egyébként egy nagyon nagy stílű művész életet képzelt el, amihez nyilván pénzre is van szükség, művészemberként meg ez annyira nem adott, vagy nem biztosított, úgyhogy tulajdonképpen könnyű volt meggyőznie őt az édesapja, apjának, hogy legyen valami hagyományos polgári foglalkozása is. És erre utal ez a dia, amit most kivetítek, a családi hagyomány, ugyanis egyáltalán nem légből kapott volt Csát számára az orvosi pálya, ugyanis ez a család mind a két ágon, anyai és apai ágon is már több generációra visszamenőleg gyógyszerész család volt. És Csátban is, hogyha megnézzük a gyerekkori naplóit, kezdettől fogva megvan egy ilyen nagyon erős természettudományos érdeklődése. Egyébként ez ugye az írásain is abszolút érződik, úgyhogy szinte egyértelmű volt számára innentől kezdve a Zeneakadémia sikertelen felvételét követően, hogy orvosi pályára fog menni, és tulajdonképpen teljes lelkesedéssel vetette magát bele ebbe a pályába. És ami nagyon érdekes, hogy képzőművészként és zeneszerzőként is első akart lenni, valami nagyon-nagyon újítót, nagyon modernet szeretett volna alkotni. Erre egyébként nagyon szépen utalnak a különböző önéletírásai is. Ezt most nem olvasom fel, mert ez egy hosszabb szöveg, viszont ezek a szövegek elérhetőek. Minden esetre kiderül tehát ezekből a szövegekből, hogy valami nagyon újat akar alkotni. Például Ripő Rónai Józsefhez hasonlítja a festőművészetét, vagy Debussyhez a zenéjét. És hát az orvoslásban is valami nagyon, nagyon új, nagyon újító útra akart lépni. És ezért van az, hogy az Elmebetegségek Pszichikus Mechanizmusa című könyvében, ami ugye egy pszichoanalitikus alapokon nyugvó elmekortani munka, már a bevezetésben ezt írja, hogy ez az első részletes és teljesen keresztülvitt paranoia analízis. Tehát abszolút tudatában volt a saját elsőségének, és szerette is ezt hangsúlyozni. 24 éves volt ennek a könyvnek a megírásakor, és hát ez a könyv, ez valóban egy nagyon újító valami volt, ugyanis az elmekortan területén ő alkalmazta először a pszichoanalízisnak az elméleteit. Nem tisztán pszichoanalitikus munka, de erről majd később fogok beszélni. És hát egyébként Kosztolányi szerint, ugye az unokatestvére szerint, abban, hogy végül az orvosi pályát választotta, benne lehetett a saját öngyógyításának a szándéka is, ugye nagyjából 16 éves korától kezdődően egy ilyen nagyon erős hipohondriája volt, és ez egész élete végéig elkísérte. Tulajdonképpen minden létező betegséget tulajdonított magának, és ez tényleg nagyon meghatározó volt. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az első morfium használatát is egy téves TBC diagnózis váltotta ki.
És hát tulajdonképpen tényleg az életútnak a különböző eseményei valahogyan mindig kapcsolódnak a hipohondriához, úgyhogy valószínűleg igaza lehetett Kosztolányinak, illetve hát a korai traumáknak a feldolgozása miatt is. Egyrészt ugye a művészet és az őrület egy kicsit mindig köze van egymáshoz, vagy legalábbis egymás határmesdjéjén járkálnak. Minden esetre már közvetlenül azelőtt, hogy Freud tanaival megismerkedett volna, már előtte is foglalkoztatták a tudatküszöb alatti lelki folyamatok. Méghozzá a naplóban találjuk annak nyomát, hogy 1907 elején rendszeresen jártak spiritista szeánszokra Kosztolányival. És hát ekkortájt ismerkedett meg a vegetáriánus étteremben a teozófusokkal is. És ezt nem olvasom fel, de itt hoztam két részletet, ugyanis az alsó az öccsének szóló leveléből egy részlet, a felső pedig egy novella részlet, a Költő megtérése című novellájából, és ezekben a szövegekben írja le a teozófusokkal való megismerkedését, és hát ezt tulajdonképpen csak azért hoztam, hogy illusztráljam, hogy Csátnak a novelláiban milyen erősen tetten érhető folyamatosan a saját életének a történései. Szóval szinte az összes novellában van valami olyasmi, ami vagy vele történt meg, vagy valamelyik ismerősével, és nagyon szép ebben a két szövegben, hogy ugyanazokat a szavakat, ugyanazokat a fordulatokat használja. Minden esetre a Budapesti Orvosi Egyetemen ismerkedett meg végül Freud munkásságával, és 1908. júniusában 21 éves volt ekkor, tehát olvasta a Freud álomfejtését eredeti nyelven németül, annak ellenére, hogy legjobb tudásunk szerint nem is tudott annyira németül, de hogy valahogy mégis átrágta magát ezen a könyvön, és ekkor azonnal kivonatolta is ezt a művet, és elküldte levélben az egyik orvosbarátjának, Rajz Sándornak, aki a következőt reagálta erre, ez csak egy rövid idézet lesz. Kedves Szepikém, mai leveled imponált. A kiskötet, ami kihullott belőle, produktív és hasznos napokat jelzett. Sokat mond, hogy egy vastag és nehéz német könyvön folytonos érdeklődéssel tudtál áthaladni, és a végén fokozott kedvel nézel a többi kötet és probléma elé. Az őszinte öröm beszél, hogy végre megtaláltad a téged érdeklő szellemi kört és a jövő biztosítékát. Roppant kíváncsi vagyok a dologra, de ma még csak két oldalt olvastam belőle. Mielőtt tovább mennék, megírom, hogy milyen viszonyban voltam én az álmokhoz, és kíváncsi vagyok, mennyit tanulok és haladok a jegyzetek alapján, stb. Minden esetre ezt követően Csát maga is álomfejtésbe kezdett. Nem tudom, mennyire látszik, de itt a borítón, ami ugye alapvetően egy nyomtatvány, amire fel volt írva, gyakorlatok, Csát ceruzával felé írta, hogy álomfejtési. Szóval ez az álomfejtési gyakorlatok füzete. De hát ugye gyakorlatilag élete végéig jelen volt az életében az álomfejtés, majd egy ilyen álomfejtéssel fogom zárni az előadásomat. És ő maga is azt írja, hogy most folyton pszichopatológiával, álomfejtésekkel és ilyen ügyekkel foglalkozom tudományos alapon. És annyira megfogta mindez, hogy annak ellenére, hogy korábban ott az orvosi egyetemen a sebészet érdekelte, és erre szeretett volna specializálódni, 1909 őszén mégis az elmekortant választotta a kötelező orvosi gyakorlat céljából, és az egyetemi tanárához, Moravcsik Ernőhöz ment a klinikára gyakornoknak. Ide tulajdonképpen már eleve a freudi tanok elkötelezett híveként érkezett, és mert hogy 1909 tavaszától kezdve már rendszeresen publikált tudomány népszerűsítő cikkeket. Ide a klinikára 1909. október 14-én költözött be, itt a klinikai szobája látható ezen a fotón. Tehát október 14-én költözött be, november 1-én kezdte meg a munkát, és november 25-én érkezett ide a klinikára Kohn Gizella, akit ugye elmebetegnőként ismerünk, ugye az elmebetegnő naplójának a főhőse. Ugye ez a könyv ez egyezik azzal, amit az elején mondtam, hogy az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa, ez volt ennek a könyvnek az eredeti címe, csak az utókor aggatta rá ezt az elmebetegnő naplója címet. Tehát ő, mint kezdő, kapta meg a Kohn Gizellának a kezelését, és hát először demencia prekoxra gyanakodott, és
Pont ezért 1910. februárjában vette kézbe Jung demenciaprékokról szóló munkáját, tehát így ismerkedett meg Junggal, és egy naplófejegyzése tanúsága szerint ekkor el is határozta, hogy Zürichbe utazik, hogy személyesen is beszélhessen Junggal. Erre az utazásra végül nem került sor. Minden esetre nagyon megfogták Jungnak a meglátásai is, olyannyira, hogy a saját könyve is sokkal inkább jungi alapokon áll, sem mint freudi alapokon. Minden esetre ezt követően a következő hónapban már publikált a Nyugatban Szomori Dezső az Isteni Kert című művéről egy ilyen elemző tanulmányt, és ebben már használja Jungnak a komplex fogalmát, ami aztán a saját elméletének az egyik kulcsfogalma lesz. Ebből röviden idézek. Szomori rendkívül érzékeny ember, és ebből magyarázható a fantáziájának természete. Minden impresszió megbolygatja az összes emlékeit, az összes szenvedéseit és az összes örömeit, orvosi nyelven az összes fontos komplexeit. Mik a komplexek? Azok a képzetkörök, amelyek az egyént leginkább foglalkoztatják, amelyek az életének irányítói, a fejlődésének, a küzdelmeinek emlékei, a tervei, a csalódásai, a sikerei, a vágyai. És továbbra is foglalkozott mindezzel a témával, ugyanis 1911-ben, ekkor már ugye nagyjából másfél éve kezeli Kohn Gizellát, egyetlen hónap alatt Stoßfürdőn, éppen a nyarat Stoßfürdőn töltötte, mint fürdőorvos. Tehát egyetlen hónap alatt írta meg az elmebetegségek pszichikus mechanizmusát, megemelt morfiumadagok mellett, mert hát ugye a megfeszített munka, Ezt tette számára szükségessé. Minden esetre ennek az évnek az őszén 13 folytatásban a Gyógyászat című heti labban jelent meg első alkalom ez a munka, de ekkor még Adatok a pszichózisok analízisihez címmel. Majd pedig 12 nyarán saját költségén ki is nyomtatta könyvformában is, mégpedig egy napló bejegyzése tanúsága szerint azért, hogy a főnökének Moravcsiknak imponáljon, és hogy esetleg elnyerje a tanársegédi kinevezést, erre egyébként nem került sor. Ez a könyv, illetve ennek a felépítéséről csak nagyon röviden annyit mondanék, hogy alapvetően van benne egy ilyen hosszabb bevezető tanulmány, az elmebetegségek általános pszichológiája címmel, és ebben fejti ki a saját komplex elméletét is. Ő azt állítja, hogy az én komplex, tehát nagyjából a személyiség különböző komponens komplexekre bontható, és ezek különböző arányban és különböző dinamikában viszonyulnak egymáshoz, de erről most részletesebben nem beszélnék. Minden esetre a hosszabb elméleti bevezető tanulmányt követően konkrétan Kohn Gizella esetével foglalkozik, ismerteti a beteg kórrajzát, eszmerendszerét, illetve jelentősen hosszabb szövegrészletek következnek Kohn Gizella naplójából és leveleiből. Erről csak annyit mondanék, a jobboldali kézirat egy lap ebből az elmebetegség pszichikus mechanizmusából, és erről annyit kell tudni, hogy nem tudom mennyire látszik, de hogy ebben van egy beragasztás, nagyjából így az alsó négyötöde a lapnak, a Kohn Gizella kézírása, és a felső három sor lényegében a Csát kézírása. Itt tehát az történt, hogy Csát elvette a Kohn Gizella eredeti naplóját, és tulajdonképpen még arra se vette a fáradtságot, hogy ő saját maga átmásolja ezt a szöveget, hanem ezt vagdosta fel, és gyakorlatilag szerkesztette és így ragasztotta bele a saját kéziratából. Nagyon érdekes és nagyon szép egyébként ez az összefonódás, hogy ahogy a két embernek az élete fonódik össze, ez tulajdonképpen így megmutatkozik a kéziratok szintjén is. Illetve a másik kéziratot pedig azért hoztam mutatóba, ez Kohn Gizella egy levele Csátnak, mert hogy abszolút így a magánélet szintjén is mutatkozik némi összefonódást, tehát hogy rendszeresen küldözgetett neki levelet, zaklatott minden orvost, hogy mikor jön már vissza Brenner doktor, mert hogy tényleg ilyen nagyon erős viszony alakult ki köztük, és hát nyilván nem véletlen az sem, hogy Csát számára ez a nő volt, vagy ez a beteg volt érdekes, és hogy az ő esetét tartotta érdemesnek arra, hogy bővebben foglalkozzon vele. Az utókor számára első kiadásban Mészöly Miklós írt egyébként egy ilyen hosszabb bevezetőt a kiadás elé, és ő maga hívja fel a figyelmet arra, hogy milyen erős hasonlóságok vannak a két ember személyisége között. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy
Kohn Gizella betegsége is nagyjából abból eredeztethető, legalábbis Csát szerint, vagy a könyv szerint, hogy otthon a betegen fekvő TBC-ben szenvedő édesanyját kezelte, és hogy nagyon retteget, hogy ő is elkapja majd ezt a betegséget. És hát ugye 1909 végén érkezett ide Kohn Gizella, és 1910 tavaszán történt ez a téves TBC diagnózis, amit Csát kapott, és ugye ekkortól volt a morfiumozás, amit már mondtam. Tehát, hogy abszolút van egy ilyen átfedés, illetve ez az állandó írás, amit mutat nagyon szépen ez a kézirat, hogy beírta a lap széleit is, a saját bevallása szerint ezek a papírnak a legértékesebb részei. És hát maga a paranoia, ugye, miután Csát közli a beteg leveleit és naplóját, az analízise következik, majd pedig a differenciál diagnózis, ami azt jelenti, hogy a demencia praecoxhoz képest paranoia hisztérikában határozza meg a betegségét, és majd erről kicsit később lesz szó, hogy végül Csátnak is paranoiája volt az utolsó egy évében. Még annyi összefonódás van a kettőjük életében, hogy amikor már nem volt a klinikán Kohn Gizella, Csát pedig már valahol a déli fronton harcolt az első világháború első hónapjaiban, 14 októberében. Kohn Gizella feljelentette Csátot, idézem, engem becsületsértésekkel és gyakran ismételt hipnózissal egybekötött erkölcsrontó beszédekkel bántalmazott, hipnotizálva merev nézéssel és rábeszélő hanggal mindig újra belém vésni törekedett, hogy az nem baj, hogyha egy leány rossz. És hát azt próbált ezzel a feljelentéssel elérni, hogy biztosítékot szerezzen arra, hogy soha nem kerül vissza a Moravcsi klinikára, és Csát nem kezelheti. Minden esetre, hogy összességében erről a könyvről, tehát azt lehet elmondani, hogy ez nem egy tisztán pszichoanalitikus mű, vegyesen benne vannak a hagyományos elmekkort annak is a szemléletei a pszichoanalízis mellett. Csátot tulajdonképpen a pszichoanalízisben rejlő terápiás lehetőségek kevésbé foglalkoztatták, sokkal inkább maga a pszichopatológiai elmélet fogta meg, ami ugye azt jelenti, hogy a beteg egész korábbi lelki fejlődésére és a személyiséget ért hatásokra is koncentrál, egészen a gyermekkortól kezdve, illetve újdonság volt tulajdonképpen a korban az is, hogy az elmebetegség nem az elme működés értelmetlen zavara, hanem értelemmel bíró funkció. Úgyhogy tulajdonképpen ezek a kulcs mozzanatok, amiket Csát átemelt az elmekortan területére. Nagyon fogy az időm, úgyhogy most kicsit ugrani fogok. Csak nagyon röviden Moravcsik Ernőről annyit, hogy ugye alapvetően ő is a hagyományos elmekort annak a művelője volt, viszont mégis érdekesség, hogy abszolút támogatta Csátot a saját újító törekvéseiben, és tulajdonképpen ő segített elérni azt, hogy megjelenhessen ez a könyv. És akkor tovább is ugrunk Ferenczi Sándorra, akiről ugyebár nyilván mindannyian tudjuk, hogy a pszichoanalitikus mozgalom magyarországi helytartója volt. Csáttal 1911. február 16-án ismerkedtek meg, ezt írja ekkor a naplójában Csát, hogy ma voltam Ferenczi Sándornál, Freud budapesti főkonzuljánál, berényfestő mutatott be, kedves és fiatal ember, irigykedtem rá jó idegei miatt. A naplóban még kétszer van nyoma, egyszer március 2-án ismét egy asztalnál ülnek, annyit ír erről, hogy este oktogonon vacsora, Ferenczi doktor és Péterfi kritikus kellemes dolgokat mondanak, illetve 1911. júniusában, amikor tehát ugye egy hónap alatt megírta a könyvét, van egy jegyzett füzete, amiben háromszor is szerepel Ferenczi neve, egy ilyen listákban, hogy kinek kell levelet írnia, viszont más nevek időnként ki vannak húzva, Ferenczi neve egyszer sincs kihúzva, és nem is maradt fent ilyen levél, úgyhogy valószínűleg végül nem kereste meg, de hát nyilván az éppen aktuálisan végzett munkájához kapcsolódóan szerette volna Ferencit megkérdezni, esetleg, hogy tanácsot kérni tőle, de hát erről sajnos nem tudunk többet. Minden esetre azt viszont tudjuk, hogy erről a könyvről Ferenczi
írt egy kritikát. Egyébként nagyon visszhangtalan maradt ez a könyv. Három említést találunk ezzel egy időben. Egyrészt az Orvosi Heti Lap mindössze két sorban tulajdonképpen magát a megjelenésnek a tényét közli. A Gyógyászatban június 16-án jelent meg Ferenczi kritikája, illetve még egy könyvismertetés Ferenczi Fischer Ignác tollából, a Budapesti Orvosi Újságból. Röviden Ferenczi kritikájáról annyit, hogy alapvetően üdvözölte a tényt, hogy az elmekortan területére is kezdenek beszivárogni az analitikus eszmék. Illetve azt írja, hogy nagyon nagy megelégedésre szolgál, vagy nagyon nagy megelégedését fejezte ki a fölött, hogy az analízis révén az elmekortan ismét megtalálta kapcsolatát a való élettel. Ugyanakkor alapvetően ez tényleg kritika, felrója Csátnak a túlkorai rendszeralkotást és a túlzásba vitt önállósulási törekvést. Ugye Ferenczi ekkor még abszolút a Freud által kijelölt nyomon halad, és hát ez volt az egyik legfontosabb kritikája, illetve az is, hogy az én komplexet, ugye ahogy láttuk, hat komponens komplexre bontotta, és ugye maga Ferenczi, illetve Freud is azt állítja, hogy a mélyebbre ható analízis egyszerűbb elemekre, s végül az ön és fajfenntartás ösztöneire nehézség nélkül vissza tudja vezetni valamennyit. Szóval itt volt az alapvető különbség. És mindezek után pedig röviden még beszélnék arról, hogy a Csát magánéletében hogyan hatott, vagy hogyan alkalmazta a pszichoanalízisnek a tanait. Hát tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy megismerkedett a pszichoanalízissel, mindvégig saját magára és a környezetére is használta, ugye ahogy láttuk a kezdő felolvasásban. Itt ezen a képen például az látható, hogy a naplójában minden áldott évben, az év végén csinált egy ilyen összesítést, és itt az előmutatott hat komponens komplexnek megfelelően vette végig az évnek az eseményeit. Tehát egy mérleget csinálta, hogy használja is ezt a szót. Itt például az egészségi mérleg, a szexuális mérleg, faji mérleg. Ugye itt nyilván a világháborúhoz kapcsolódóan beszél erről. És hát megcsinálta mindig a következő évnek az előirányzatát is, hogy mit szeretne a következő évben elérni. És egyébként ezt az öcsének is mindig tanácsolta, hogy ő is csináljon egy ugyanilyen kimutatást. És hát az álmait is rendszeresen feljegyezte és analizálta. Rengeteg ilyen kézirat van. És hát tulajdonképpen maga a Csátnapló is, amit gyakorlatilag 10 éves korától haláláig vezetett, ez is egy ilyen állandó és kíméletlen lelki és testi önmonitorozás és elemzésnek gyakorlatilag a legfontosabb nyersanyaga és terepe, illetve írt több visszaemlékezést is, tulajdonképpen az élete legfontosabb témáiról, úgy mint a házasság, a morfinizmusa, a világháború, illetve amiről most beszélni akarok, az a nemi életem leírása, tehát hogy a saját szexualitását vette végig gyakorlatilag 4 éves korától kezdve. Nyilván nem felnőttkori szexualitás értelemben természetesen, hanem a legelső említés a 4 éves korabeli az gyakorlatilag annyi, hogy egy könyvben látja, hogy négereket vernek, és hogy ez erekciót váltott ki nála. Mindenesetre ez egy nagyon érdekes olvasmány, és valószínűleg ez egy ilyen pszichoanalitikus kór előzményszerűség ez a dokumentum. Mindenesetre a pszichoanalízis alapvetően hatott Csát életének az alakulására, és nagyon negatív módon befolyásolta. Ő ugye soha nem részesült rendes ilyen pszichoanalitikus kiképzésben, és ahogyan ráhatott, az lényegében abban határozható meg, hogy elveszítette az írás képességét, és a saját traumáinak a kreatív módon való feldolgozásának a képességét. Ugye a morfinizmusom története kezdődik ezzel a mondattal, hogy rettenetes és nyomasztó dolog, hogy amióta az analízissel behatóan foglalkozom, nincs többé kedvem az íráshoz. És hát ugye azért nincs, mert azt gondolta, vagy kialakult egy ilyen kényszer képzete, hogy az írásaink keresztül mások is ugyanolyan könnyen olvasnak az ő lelkében, mint ahogy ő olvas más írók lelkében az írásaikon keresztül, és ez kialakult, vagy kialakított benne egy ilyen gátlást. Ferenczi kapcsán
mondanék még el egy rövid történetet. 1916. május 30-án írt egy levelet Freudnak, és a következőt írja ebben. Érdekes módon ma egy hasonló esetet ajánlottak be hozzám kúrára, én meg elutasítottam. Egy fiatal pszichiáterről és íróról, aki már 6 évvel ezelőtt vaskos könyvet írt egy paranoiás pszichoanalíziséről, kiderült, hogy morfinista, és az utóbbi időben üldözési mánia nyomait mutatja. Abban a könyvben természetesen a neurózisok merőben szexuális okai ellen ír. Nagyon érdekes, hogy ugyanaz a kritikus pont ebben a levélben is megjelenik, ami már ugye a kritikában is volt. Illetve hát az is nagyon érdekes, hogy soha korábban Freudnak nem mesélt Csátról, pedig hát ugye tulajdonképpen amikor szervezte ezt a budapesti pszichoanalitikus mozgalmat, akkor Kővári Zoltán egyébként ki is mutatta, hogy Ferenczi minden szóba jöhető személy, akit meg lehet a mozgalom számára nyerni, minden szóba jöhető személyről írt egy listát, illetve még az alkalmatlanokat is egy külön listában felírta, viszont Csát neve egyik sem szerepel, miközben hát nyilvánvaló, hogy Ferenczi ismerte Csát munkáját, és ugye ebből a szövegrészletből, amit most felolvastam, kiderül az is, hogy Freudnak nem is említette korábban, mert ugye most vezeti be számára ezt az információt, hogy volt egy ilyen orvos. Minden esetre most nem is ez a lényeg a levél kapcsán, hanem az, hogy valóban ekkor, 1916-ban, ugye már bőven benne vagyunk a világháborúban, és nagyon elhatalmasodott ekkor már Csátnak a szerhasználata. Kosztolányi Dezső, Brenner Dezső, tehát az öcs, és a már említett Rajsz Sándor, az orvosbarát összefogtak, hogy megmentsék Csátot, és ekkor eredetileg azt tervezték, hogy Freudhoz viszik egyenesen gyógykezelésre Bécsbe, viszont Csát hallani nem akarta az utazással járó anyagi költségekkel. Úgyhogy ugye Kosztolányi abszolút jó viszonyt ápolt Ferencivel, úgyhogy végső soron Ferencihez fordultak, és őt kérték meg, mint ahogy ugye láttuk ebben a levélrészletben, hogy vállalja el Csátnak a kezelését, viszont nem vállalta el, és erről, ennek az okairól árulkodik Brenner Dezső levele Rajsz Sándornak, még ezt röviden felolvasom. Deziré, tehát Kosztolányi Dezső közbenjárásával értekeztünk Ferenczi doktorral. Ő nem helyesli az analízist. Véleménye az, hogy a morfinizmus ez esetben védekezés lehetett paranoiás kényszerképzetek ellen. A tip igaz lehet. S ha ilyen esetben analizálnak, megtörténik, hogy kialakul a paranoia. Ezért azt tanácsolja, hogy analízis nélkül kell megcsinálni legszigorúbban az elvonást. Ha visszaesés van, akkor ő elvállalja az analízist. De azt mondja, nem tudja, nem jobb-e a morfinizmus, mint egy paranoia, vagy esetleg más elmebetegség, amely az elvonás után kifejlődhet. És hát ez azért nagyon érdekes, mert hogy ezek szerint Ferenczi már 16-ban csak elmondás útján is tudta ezt diagnosztizálni, vagy ennek a jeleit már észrevette Csáton, hogy paranoia van kialakulóban, és valóban így ért véget végül a Csát történet. Aminek egyébként mind a mellett, hogy már abszolút ezekben az utolsó években már sejteni lehetett, hogy semmi jó nem lesz ebből a történetből. Az utolsó fordulópont mégis 1918. december 25-e volt, amikor Olga elmesélte egy álmát Csátnak, és Csát, mint ugye nagyon gyakorlott álomfejtő, azt gondolta, hogy ezzel az álommal Olga gyakorlatilag beismerte a hűtlenségét. Ezt meghallgatjuk most, ennek az álomnak a történetét. Napló, 1918. december 25. Életem legborzasztóbb napja. Már napok óta nagy gyanúval szemlélem kislányom fejét. Nem az enyém, és nem Olgáé, tehát kié? Vetettem fel a kérdést. Egy pillanatban pontosan rájövök. Kovacsics Cézár nevű ismerősünké. Ez az egyén, akit Baján ismertünk meg, s aki egyszer vizitelt nálunk, ez alkalommal azt adta hírül, hogy onnan elutazik. Ezért néhány nap múlva aggodalom nélkül engedtem be Olgát Bajára sparhetet vásárolni. Öltözés közben, amikor hajnalban készült, már feltűnt nekem, hogy csipkés inget és tiszta fehér neműt húzott. Bár épp azon a reggel azzal a gondolattal koétáltam Olgával, hogyha netán Kovacsics mégis Baján van még, ne essen áldozatul az első fütyre. Ugyanis amikor nálunk volt, Olga határozottan meglepő volt. Ő, a rutinos, ügyes nő, hallgatag lett, maga elé nézett, és nem tudott társalogni, mint egy bakfis.
Olga megjegyzi, restelte magát rongyos toalettje miatt. Ez azonban az együttlét harmadik órájában már nem állhat meg. Az illető pedig búcsúzásnál a fülem hallatára így szólt, igen sajnálom, hogy el kell mennem a vidékről, különösen most, 3 óra óta, igen rosszul esik. Itt ráismertem a szemtelen és lelkiismeretlen és már is rutinos Don Juanra. Majdnem azt mondom, ohó, mit mersz mondani, de bölcsebbnek tartottam, mit se szólni. Dönik, amikor Olga már elment, igen nervózus lettem, és kezdtem biztosra venni, hogy itt baj lesz. Annál is inkább, mert visszaemlékeztem, hogy a bajára utazást Olga 3 napig ok nélkül halaszgatta, és éppen mosás napján ment el. Erre Olga azt mondja, a piacnapot, szombatot várta meg. Ekkor beírtam orvosi naplómba ceruzával, Olga baján van. Este Olga hazajön és újságolja, hogy Kovacsicssal találkozott, és együtt ebédelt az ismert vendéglőben. A hideg borzalom fogott el, mert most már nem kételkedtem, hogy a baj megtörtént. Olga már az utolsó időben tűrhetetlen nyugtalansággal ismételte, nekem gyerek kell. Január végén jelezte, hogy teherben van. Én azonnal erre gondoltam. Azonban miután a kisbaba október 6-án született, ebből levonva 270-280 napot, a kopulációt január 2 és 10 közé eső koitusokból származtattam, gondoltam, így a gyanú teljesen elesik. A kisbaba nézegetése előbb is, de december 25-én egy pillanatban különösen rémgyanúsnak tűnt fel. Ekkor újra számítani kezdtem, ismét megnyugodtam. Miért? Az én időmben azt tanultuk, hogy az ondó legfeljebb 9 napig képes várni a petére. Az ám, de Olga, aki a kanapén szoptat, mi alatt én ezen tűnődve zongorázom, egy álmát beszél el, amely szerint az éjjel álmodta, hogy én roppant dühös voltam, egy konflis kocsissal veszekedtem, és tőrös botommal a szívét téptem ki. A jelenet az Oktogon téren vagy a Stefánia úton volt, és mintha Irén és Gyula is jelen lettek volna. Ennek magyarázata. Irén, Gyula és Olga nem apjuk gyermekei, innen érthető, miért tesz, és tett kivételt az öreg Freddy, Gizi és Bözsi gyermekeivel. Ez elég volt nekem. 1. Én sértett vagyok. Olga fél dühömtől. Félti a kocsist, akinek neve anagrammája az illető nevének. 2. Oktogon téren. Ez egyenlő Oktáviánusszal, aki Cézár volt. 3. Stefánia úton. Ez célzás a Sugovica partra, Baján és Stefánia hercegnőre, aki szinte nálánál sokkal fiatalabb férfibe szeretett és rangon aluli házasságot csinált, azaz gyalázatba került. Olga viselkedése az én analízisem kérdéseim alatt szintén elárulta aggodalmait, elcsendesedett, kelletlenül tűnődve felelt. Míg az álom elbeszélése soha se szokta, azt a második vágyat reprezentálta, hogy a dolgot nekem mégis tudtomra adja. Ugyanez az öntudatlan intenció nyilatkozott meg abban is, hogy a babát babakirálynénak, azaz császárnénak nevezgette. Ekkor azonban még mindig megnyugtattam magam. 1. A baba arcának impressziója ugyanaz, mint az én gyerekkori kis fényképemen. 2. A terminus nem jöki. A legnagyobb kínban aludtam el. Másnap, december 26-án reggel megnézem az élettant. Ekkor látom, hogy e könyv és a sejttan egymás mellett fekszenek lenn. Holott jól emlékeztem, hogy még 24-én este az egyiket magában más fakban láttam. Tehát Olga is utána nézett ennek. Ő maga se volt biztos. De mégiscsak biztosnak kellett lennie, mert hiszen a graviditás alatt feltűnő hideg volt hozzám. Ezen kívül egyszer, amikor megvertem, el akart hagyni. És akkor így szóltam, egy anya nem hagyja el ilyesmiért azt a férfit, akitől gyerek van benne. Tehát ki a gyerek benned, mondd meg. Semmi között hozzá volt a válasz. Ezt én akkor egy szadista mondásnak gondoltam. De most tisztán állott előttem emotívum. Mindez most már egy logikai láncá fűződött bennem. Most már értettem, hogy Olga a terhessége alatt egészen félrehúzódott, soha ágyamban nem jött, egész délutánokat az udvarban ülve, magánosan ábrándozva töltött, és gyakran énekelgette azt a nótát, pici szellő. Akkor ezt a terhesnő természetes hangulatának tartottam. Most azonban megvolt minden magyarázva. Miért? Mert a könyvet kinyitva azt láttam, hogy a vadonatúj könyv a nemi élettan részében fel van vágva és piszkos. Ezt a kinyitott könyvet a földre vagy a kanapé alá kellett dugnia, amikor én váratlanul közeledtem. Az élettanban benne volt a legújabb nézet, hogy az ondó esetleg csak a koitusz utáni 25. napon termékenyít. Hát ezt addig nem tudtam. Hozom a szülészetet.
Abban is ugyanezt találom. A törvény 302 napot enged meg a koitusz és a szülés között, és miután a kopulációtól a szülésig csak 270-280 lehet, tehát a koitusztól a kopulációig is 32-22 nap múlhat el. Ilyen formán már nem volt kétségem többé. Elővettem a családi arcképeket, és meggyőződtem a szabályról, hogy a gyermeknek minden vonása vagy az apán, vagy az anyán feltétlenül fellelhető. Erre a kisbabát vizsgáltam végig, és a következő jeleket láttam rajta, amelyek se nem Olgáé, se nem az enyémek. Ezek a következő jelek láthatók itt a vetítésen, illetve hát egy vagy két oldala ennek a napló részletnek egy rengeteg pontba szedve hasonlította össze a különböző külső jegyeket négyük vonatkozásában. És ebben a szövegben ugye volt egy utalás arra, hogy Olga egy dalt dúdol a pici szellőt, és hát nyilván nem tudjuk persze, hogy ez volt-e vagy sem, viszont szemtanúk állítják, akik ott voltak az utcán, amikor eldördültek a lövések Regőcén, tehát amikor megölte Olgát, hogy az utolsó mondat közvetlenül ezelőtt, amit torka szakadtából üvöltött Csát, az úgy hangzott, hogy nem megmondtam, hogy ezt a dalt ne énekeld. Úgyhogy én ezzel zárnám az előadásomat, és köszönöm szépen a figyelmet, és átadnám a szót Erzsinek. Köszönöm szépen. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, vendégeinket, és Eszter előadásához kapcsolódva én Csát Géza novellisztikáját fogom érinteni, mégpedig abból a szempontból, hogy a pszichoanalízis hogyan hatott, hogyan figyelhető meg Csát Géza írásművészetében. Ez a motto, amit választottunk az előadásunk címéhez, vagy címére, szintén egy Csát novellából való, méghozzá Csát Géza az Este című novellájából, és nagyon szemléletesen fejezi ki azt a lélektani érdeklődést, ami nem csak a naplóiban, hanem a novelláiban is megfigyelhető. Egyébként az irodalomtörténészek azért óvatosságra intenek minket, olvasókat, illetve csátkutatókat abból a szempontból, hogy azért óvatosan kell kezelni a pszichoanalízis hatását a Csát Géza novellákban, ugyanis nem szabad csak és kizárólag a pszichoanalízis tanainak az illusztrációjaként értelmezni ezeket a novellákat, hanem sokkal tágabb kontextusba kell helyezni. Én most főként olyan novellákat választottam ki, amelyek túlnyomó részt a pszichoanalízis hatását tükrözik, de mindenképpen fontos, hogy egy kicsit tágabb kontextusba helyezzük a csáti novellisztikát, méghozzá a lélektani, illetve a lélekrajzi elbeszélési hagyományba. Maga a lélektani vagy lélekrajzi elbeszélés tulajdonképpen a századforduló egyik jellegzetes novella típusa, és az a lényege, hogy nem a külső történések, hanem a szereplők, vagy éppen a narrátor érzelmi, illetve tudati állapota válik hangsúlyossá. Már a hét kritikusai, köztük Ignotus is úgy nyilatkozott egyik cikkében, hogy az új századot, a 20. század elejét már a pszichológiai olvasás idejének kell tekintenünk. De nem csak Ignotus, hanem Szini Gyula is megfogalmazta a Bese Alkonya című esszéjében, hogy át kell értékelnie a század előíróinak a cselekményt, tehát sokkal inkább a belső terekre kell áthelyezni a novelláknak a cselekményét, és nem a külső történések, hanem a hangulatok, racionálisan megközelíthetetlen élettartalmak, illetve a lélek mély szerkezetének az ábrázolása lesz a modern íróknak a célja. Tehát a hangsúly egyértelműen, szinte mondhatjuk úgy, hogy a pszichoanalízistől egyelőre még függetlenül, fokozatosan a lélekrajzra tolódik át.
Természetesen a századvég ködlovagjaiként apostrofált századvégi novellisták közül jó néhányan írtak úgynevezett lélekrajzi elbeszéléseket. Egy picit párhuzamba is lehet hozni természetesen a Csáté novellisztikával, viszont markáns különbségeket is meg lehet fogalmazni a ködlovagok művei, illetve a Csáté életmű között. Természetesen a lélek belső történéseinek az ábrázolása mindkét írónak, illetve írócsoportnak is a célja lehetett. Viszont addig, amíg a századvég novellistái nagyon fontosnak tartották azt, hogy indokolják a szövegekben a különféle lelki deformitásoknak az okait, addig Csáth Géza nagyon sok esetben csak a jelenséget írja le, a kóros lelkiállapotot írja le. Természetesen próbál lélektani okokat is ábrázolni az orvos szemével, de nagyon sokszor ez a magyarázat csak utalásszerűen szerepel a novellák szövegeiben. A századvég novellistái pedig mindenképpen explicit módon fejtik ki bizonyos lélektani történéseknek az okait. És természetesen valóságos tér és idő koordináták között játszódnak ezek a szövegek, ezek a művek. Csáth Géza novellái viszont sok esetben a tudaton belül, a tudatban, a lélekben meghatározhatatlan tér- és időkoordináták között játszódnak. A belső terekre való áthelyeződés, tehát a századvég ködlovagjainak a novellisztikájában a legmarkánsabb különbség a Csáthy művekkel kapcsolatban, vagy a Csáthy művekkel összehasonlítva. Eszter már beszélt arról, hogy Csáth Géza, mint orvos, milyen jelentőséggel bír az irodalomtörténetben, illetve a naplóin keresztül hogyan fogalmazta meg azokat a tudományos felfedezéseket, amelyek Freud, illetve Jung munkásságát folytatják, illetve jelentik. Ezt én is beírtam, vagy fölírtam a diámra, hogy valószínűleg 1907 körül találkozik Freud eszméivel, amit egyébként orvosként és publicistaként is nagyon lelkesen propagált. Ez a bizonyos elmebetegségek pszichikus mechanizmusa című könyvének a címlapja, tehát ez az, amit saját költségén megjelentetett. Viszont mivel Eszter erről nagyon részletesen beszélt, azért még én is megemlíteném Ferenczi Sándor könyvismertetését, ami tehát a gyógyászatban jelent meg, és itt található az újság címlapja, illetve talán érdekes lehet, hogy talán jól látszik a dián, hogy itt olvasható Ferenczi Sándor könyvismertetése, Csáth Géza, azaz Brenner József pszichológiai munkájáról. Viszont amiről Eszter nem beszélt, de fontosnak tartanám kiegészíteni, hogy ezek a bizonyos ismeretterjesztő cikkek, cikksorozatok, amelyekben Csáth Géza a pszichoanalízist propagálta, mint új tudományos felfedezést, tulajdonképpen megpróbálta a laikus olvasó közönséghez közel vinni Freud felfedezéseit. Ez a bizonyos cikksorozat a Magyarország című napilapban jelenik meg 1914-ben, és egy sajátos orvostörténeti párhuzamot hoz, nevezetesen azt, hogy Vesalius, Andreas Vesalius, német alföldi orvos volt az első, aki tulajdonképpen a boncolással megismertette, illetve megismerkedte az emberi testet, és 350 évnek kellett eltelnie, hogy Freud az ő saját felfedezéseivel megismertesse az emberi lélek bonyolultságát. Most én hoztam egy illusztrációt a test boncolása és a lélek boncolása párhuzamáról. Vesalius 1543-ban boncolt először nyilvánosan,
és hogyha a pszichoanalízis kezdetét 1895-re tesszük, akkor valóban 352 év telt el a test boncolása, illetve a lélek boncolásának a megkezdése között. A következőkben a Varázsló kertje című Csát novellás kötet, ami az első novellás kötete, 1908-ban jelent meg. Ebből szeretnék néhány olyan novellát kiválasztani, amiben nagyon erősen érződik Csát pszichoanalitikus témaválasztása, illetve a pszichoanalízis hatása. Egyébként ezt megelőzően már 1905-től megfigyelhető Csátnál a lélektani témaválasztás, viszont 1908-ban már egyértelműen érződik a pszichoanalízis hatása. A Varázsló kertje című kötet címlapja látjuk, hogy mennyire szerény, viszont a tartalmát tekintve olyan novellákat tartalmaz, amelyek bizony egészen újszerűek voltak a kor irodalmi termésében. Ezeknek a novelláknak a többsége első személyű, tudatban játszódó, belső fokalizáltságú elbeszélés. És most szeretném Imrét fölkérni, hogy az első választott novellánkat, a Fekete Csönd című novellát felolvassa. Leírom ide, doktor úr, hogy miről van szó. Az öcsémről. A szőke, pirosképű kisfiúról, akinek sötét szemei mindig a messzeségben néztek. És még egy dologról. A Fekete Csöndről. Egyszerre nőtt meg. Tegnap este még egészen kicsiny, kedves, pötyögő gyermekecske volt, és reggelre nagy kamasz lett. Iszonyú izomzattal, vastag sörtehajjal és gonosz, égő, félelmes szemekkel. Ó, hogy fájt a szívem ezen a reggelen. Tudtam. Éreztem, hogy jő a Fekete Csönd. Óriási denevérszárnyakon. S jöttek borzasztó éjjelek. Kis húgaim álmukból hangosan fölsírtak. Apám meg édesanyám meggyújtották a gyertyát, és álomtalan, üres arccal néztek egymásra. Senki se tudta, mi történik, és mi fog történni. Csak én. Csak én. Én éreztem, hogy jő a Fekete Csönd. Richard nem szólt semmit, de megette a húst mind, ami a tálban volt. A húgaim sóvárogva nézték, amint felfalta az ételt egymaga. Az apám az édesanyámra tekintett. Könnyes volt a szemük. Láttam, hogy apám halálsápadt, reszket, félt Richardtól. Fölugrottam és arcul ütöttem Richardot. Ő a falhoz vágott engem, és kirohant a szobából. Lázasan feküdtem az ágyamban. Még vérzett is a fejemen a bőr, ahogy Richard megcsúfolt. Akkor jött meg. Éjjel. Betörte az ablakot, és a szobában termett. Elvittük Richardot az orvoshoz. Azt mondta, hogy Richard bolond. Elvittük a bolondok házába. Amikor észrevette, hogy az ápolók megfogják, nekik esett. Véresre verte valamennyit. Richard még azon az éjjel hazaszökött. Széttörte az ablak vaspántjait, leugrott az útra, a homloka bezúzózott. De azért hazajött, szaladva. És nyomában a Fekete Csönd. Richard halkan átsietett az udvaron, bejött a szobánkba, ahol azelőtt együtt aludtunk. Én nem mertem mozdulni, de Richard nem is törődött velem, zihálva ledőlt az ágyra és aludt. Ezután úgy történt minden, ahogy a Fekete Csönd akarta. Fölkeltem. Előkerestem a kötelet. Egy erős hurkot kötöttem rá, és odalopóztam Richard ágyához. Nagy véres feje alatt átdugtam a kötelet, és belefűztem a végét a hurokba. Egy kicsit vártam. Richard mélyen hörgő lélegzettel aludt. Jól tudtam, hogy ha fölébred, megöl mindannyiunkat, hogy rá fog ütni öklével édesapánk szomorú arcára, hogy a hajuknál fogva végigvonszolja kis húgaimat az udvaron. Nem is haboztam hát egy pillanatig se. Teljes erővel nekifeküdtem a huroknak. Richard levegő után kapkodott, de nem ébredt föl. Aztán egy iszonyút nyögött, és kirúgta az ágyfenekét. Állati nagy teste vonaglott a kezeim között, de nem sokáig. Egyszer csak hallottam, amint a Fekete Csönd elkezd kacagni. Őrületesen. Hangtalanul. Elöntött a hideg rettegés. Richard kihűlt teste összezsugorodott a kezeim közt.
gyertyát gyújtottam. Az ágyban egy kis gyönge gyermek feküdt, szederjes kék arccal. Az én kis bolondom volt, a szőke piros képű petyegű Richárdöcsém, és sötét szemei a végtelenben néztek. A fekete csönd pedig, tisztán hallottam, kacagott. Azt szeretném, hogy ne halljam többé ezt a kacajt, mert akkor fáj nekem a hátamban és a fejemben. És nem akarom látni a kis Richárd sötét szemeit, amelyek a végtelenbe merednek, mert ez összeszorítja a torkomat, és soha se tudok aludni. Egyáltalán, doktor úr, nem tudok rendesen aludni. Köszönjük szépen. Annyit még szeretnék elmondani, hogy ez nem a teljes novella, tehát sajnos időhiányában nem tudtuk a teljes szöveget itt most előadni. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy preparált szöveg, de én remélem, hogy ami maradt a szövegből, az nagyon jól érzékeltette ezt a fajta ritmust, amit a rögeszme elhatalmasodása eredményezett az elbeszélő tudatában. Egyébként maga a naplóírásnak az imitálása, az tulajdonképpen nem csak Csát Gézánál, hanem általában az íróknál, az irodalmi alkotásokban a belső fokalizáció egyik, mondhatnám azt, hogy tipikus eszköze. Most nem akarok azért itt nagyon mélyen belemenni a narratológiába, de annyit nagyon röviden szeretnék csak elmondani, hogy ugye az első személyű elbeszélő, illetve az, hogy kinek a szemszögéből, látószögéből ábrázolódnak az események, ez különböző is lehet, illetve egybe is eshet. Csátnál az elbeszélő, illetve a fokalizátor, tehát aki lát, akinek a szemszögéből látjuk a történeteket, vagy a cselekményt, általában ugyanaz. Tehát éppen ezért ezek ilyen belső fokalizáltságú novellák, ami talán még inkább hangsúlyozza, még inkább érzékelteti ezt a vívódást, ami tulajdonképpen az elbeszélőt arra motiválja, arra sarkalja, hogy ilyen rettenetes tettet vigyen véghez. Egyébként az, hogy ez a Fekete Csönd című novella, ez a Varázsló kertje című novellás kötetben a második novella, talán ez is jelzi azt, hogy mennyire fontosnak tartotta ezt a szöveget ebben a kötetben Csát Géza. Hát természetesen arra sincs sok idő, hogy itt a kötet kompozícióról beszéljünk, de nem véletlen a novelláknak a sorrendje. Tehát ez egy központi novellának számít a kötetben. Itt valóban érvényesülhet egyértelműen a pszichoanalízisnek a hatása. Maga az elbeszélő helyzet is olyan, hogy a naplóíró tulajdonképpen az odaértett, imitált kezelőorvoshoz vagy pszichiáterhez írja, intézi ezt a szöveget. Ez a bizonyos belső cselekmény ugye a tudatban játszódik, és nagyon kevés köze van a valósághoz. Tehát a rögeszme és az igazság közötti feszültség, az álom és a valóság közti feszültség talán ennek a hatásnak, művészi hatásnak az egyik legfontosabb eszköze. Az eszmélés pillanatában derül ki, hogy ez tulajdonképpen egy testvérgyilkosság. Tehát az, hogy a kis Richárdból egy szörnyeteg lesz, ez csak és kizárólag az elbeszélő tudatában működik. És aztán kiderül a novella végén az igazság, de akkor már elkövette ezt a szörnyűséges büntettet. De a felelősséget nem vállalja az elbeszélő, hiszen a fekete csöndre hárítja a felelősséget. Tehát a fekete csönd volt az, aki kiváltotta belőle ezt a szörnyű büntettet. Magyarázatot lehet esetleg keresni erre a szörnyű tetre, lehet a beteges testvéri féltékenységet, illetve egyfajta indulatátételt is lehet a motivációkban keresni. Azt is lehet esetleg feltételezni, hogy a kistestvér rombolási vágya tulajdonképpen az elbeszélő indulatait jelzik, viszont ezek tulajdonképpen csak implicit vannak benne a szövegben, tehát nem úgy, ahogy a századvég novellistái, Csát csak utal a lélektani motivációk mibenlétére.
köteten kívüli elbeszélés, de talán sokat ismerik a Kis Emma című novellát, ami szintén egy gyerekgyilkosságnak az elbeszélése. Azért gondoltam, hogy erről is mondanék néhány mondatot, mert hogy ugyanúgy a gyerekgyilkossága témája ennek a novellának is, és éppen arról szól, hogy az ölés ösztöne már gyerekkorban megmutatkozik esetleg az emberi fejlődés lélektanban. Nagyon röviden arról szól ez a novella, hogy a felnőttek a gyerekek előtt beszélnek arról, hogy a faluban felakasztottak valakit, és ez a gyerekeket, az elbeszélő főhőst is nagyon érdekli. Meg is jegyzi, hogy de szerettem volna látni. És aztán a testvérek, a két fiú testvér, Gábor az idősebbik, és a fiatalabb fiú nevét nem ismerjük, ők ketten a padláson, az anyagyilkossághoz hasonlóan, úgy játszanak, hogy állatokat akasztanak fel. És aztán a kis Emma, aki tulajdonképpen az elbeszélő első gyerekkori szerelme, egy játék kapcsán kerül be ebbe a végzetes játékba. Eljátszották az akasztást, aminek az eredményeképpen a kis Emma meghal. A gyerekek természetesen későn fogják föl, hogy mit követtek el, és igazából nincs is kifejtve az, hogy mi vezette a gyerekeket ehhez a szörnyű tetthez. Természetesen benne van a játék, benne van az is, hogy egyfajta felnőtt példát próbáltak ilyen végzetesen követni, de nagyon szikáran, nagyon tárgyilagosan van leírva ez a történet. Aztán szintén egy nagyon jellemző novella a Béka című elbeszélés. Ez is egy álomnak a leírása tulajdonképpen. Itt arról van szó, hogy az elbeszélő azért, hogy megvédje családját, akit fenyegetetve érez az álmában, és ezt a fenyegetettséget egy bizonyos szörnyetegnek, egy szőrös békának tulajdonítja. Az elbeszélő álmában harcol ezzel a szőrös békával, sőt, még eszébe jut az a monda, hogy ahol megjelenik ez a szőrös béka, ott bizony valaki meghal a családban. És ez a fajta szorongás, az ismeretlentől való félelem határozza meg végig ennek az álomnak a leírását. Ezután viszont következik a valóság ábrázolása, és kiderül, hogy az álombeli harcnak nem volt semmi nyoma. Viszont egy hét múlva meghal az elbeszélő felesége. Tehát úgy szintén egy ilyen jelentéstanilag abszolút összetett szövegről van szó. Nagyon nehéz felfejteni, illetve elválasztani a valóságot, illetve a fantáziát egymástól. Viszont az álmoknak ez a különleges szerepe itt ebben a szövegben is megmutatkozik. Most viszont, hogy ne csak mindig ilyen megdöbbentő szövegekről beszéljünk, a Találkoztam anyámmal című novella következik. Anyám meghalt, amikor én születtem. Orvosságbűzzel volt tele a szoba, és sok helyen friss vér gőzölgött. Lábújhegyen járkáltak és suttogtak. Még a hajnal messze volt, nagyon messze volt. És anyácskám hiába várta a hajnalt vágyón, kínban lehelő imával. Mire én az elsőt lélegeztem, ő meghalt. Nehezett, nagyot sóhajtott, mert szerette az apámat. És 20 éves volt csak. És én elfelejtettem őt. Nem kérdezősködtem róla soha. Nem éreztem, hogy kellett lenni anyámnak, s hogy ő, aki miattam fiatalon a sírba feküdt le, s ott porlad, én vagyok. Sok idő elmúlott így. De múlt éjjel a fejembe jött. Honnan? Most már tudom, hogy találkoznom kellett vele. Bújtam előre, de meglátott és belém mélyeztette sötétkék szemeit. A vidám melankólia, mely sápadt, finom kis arcából felém áradt, arra késztetett, hogy oda siessek hozzá, és megöleljem, és megcsókoljam. Olyan szép volt és fiatal. A kezét, ezen csodálkozom, nem engedte megcsókolni. Régi divatú nagy szalmakalap és tiszta kartonruha volt rajta.
Ezt a ruhát láttam a nagymama szekrényében, kopottan és pecsétesen. A pecsétek a nagymama könnyeitől vannak, melyeket anyám ócska ruhájába kora szeles őszi estéken belesírt. Egyszerre megálltunk a zöld mező és a kék ég boldogságában, és amint egymásra néztünk, a szemeinkből sűrűn patakzottak le a könycseppek. Ajkaink eközben mosolyogtak. Ó, milyen szép fiatal volt az anyám! Én gyorsan összeszedtem a mező összes gyöngyvirágait, és rászórtam. Elborítottam vele ifjú lányos emlőit, melyekkel engem soha se szoptatott. Ő pedig néma nevetéssel nézett engem, még csak el nem fogytak a gyöngyvirágok. Jaj, egyszerre a kék erdőnél voltunk. Az erdő szélén válnunk kellett. Búcsúzóul meg akartam ölelni utoljára szép, halott anyácskámat. Rám nézett, mintha megbántottam volna, azután megsimogatta az arcomat, hogy megbocsát. Aztán gyenge, könnyű léptekkel sietett az erdőbe. Az esti szél durván le akarta tépni a kalapját, de ő kecsesen megfogta. Majd megállt és búcsút intett felém. Sokáig mozdulatlanul nézett vissza, s végre, mint egy fehér árnyék, egyszerre elsietett. Sokáig álltam ott a kék erdő szélén, és néztem utána csendes, imádó bánattal. Azóta naponként gondolok rá. És elhagytam miatta a fekete hajú asszonyokat és az édes hangú lányokat, hogy vele álmodjak. Anyácskámmal. 20 éves anyácskámmal, aki meghalt egy sötét hajnalon. Meghalt. Nagy, nehéz sóhajtással. Nagyszerű volt, ezt azt hiszem, hogy mindannyian elmondhatjuk. Tehát az előbb elhangzott novellában is egy álommotívumnak a megfogalmazása, kibontása olvasható. Azért gondolom, hogy érezhető, hogy akár a fekete csönd, akár az anyagyilkosság szövegével összehasonlítva, ez sokkal líraibb, már-már szecessziós hangulatú, illetve modalitású szöveg. Nagyon finom, ezt a fajta anyához való kötődést nagyon érzékenyen, nagyon szépen fejezi ki Csát Géza. Ennek természetesen lehet akár önéletrajzi alapja is, hiszen mindössze 8 éves volt Csát Géza, amikor az édesanyja meghalt, és hát valószínűleg ezt a traumát soha nem tudta kiheverni. Tulajdonképpen ez is egy anyagyilkosság, hogyha nagyon plasztikusan és lényeget, vagy a lényegét tekintve szemléljük. Igaz, hogy ez egy akaratlan anyagyilkosság, amikor a születésnél meghal az édesanyja. Ez a fajta álomleírás egy vágyteljesítő álom, hisz az elbeszélő anya utáni vágyát, az anya hiányát valósítja meg. Hogyha a freudi tanokat vizsgáljuk, akkor az elfojtásnak a motívuma is megfigyelhető, hiszen az elbeszélő próbálta elfelejteni az édesanyját, az anya hiányát feldolgozni, ezért menekül más nőkhöz. Egyébként ezt a fajta különleges tudatállapotot nagyon érzékletes képekben vetíti elénk az elbeszélő. Tehát, ahogy említettem, ez már inkább egy lírai hangnemű elbeszélés. Nem szólnak egymáshoz. Anya és fia nem tudnak mit mondani egymásnak, csupán gesztusaik, illetve mimikájuk érzékeltetik a találkozás örömét. És olyannyira válik ez a vágyteljesítő álom a továbbiakban az elbeszélő életének a részévé, hogy ez az álom tulajdonképpen életpótlékká válik a novella szövegében, és elhagytam miatta a fekete hajú asszonyokat és az édes hangú lányokat, hogy vele álmodjak. Anyácskámmal, 20 éves anyácskámmal, aki meghalt egy sötét hajnalon. És hogyha párhuzamos szövegeket próbálunk keresni, akkor muszáj megemlíteni az igazi anyagyilkos novellát, az anyagyilkosságot, amit
ami már-már ikonikussá vált a Csáti életműben. Tulajdonképpen ez a két novella akár rímel is egymásra. Viszont ez a novella később jelent meg, 1911-ben kiadott Délutáni álom című kötetben. Látjuk, hogy az álom motívum mennyire hangsúlyozott a Csáti életműben. Nem csak novella címeket, illetve a novellák cselekménye fűződik álmokhoz, hanem a kötetek címéül is nagyon gyakran ezt választotta. Addig, amíg a Találkoztam anyámmal valóban egy lirizált novella szöveg, addig az anyagyilkosság az egy nagyon hideg objektivitást tükröző, nyugtalanító hatású szöveg. Én csak most egy mondatot hozok ebből a szörnyűséget elbeszélő novellából, amikor leírja azt, hogy a testvérek hogyan ölik meg az anyjukat. Ugye arra mindenki emlékszik, hogy egy prostituáltal összeismerkednek a fiúk, aki ajándékot kér a Wittmann fiúktól, és akkor dönti el a két testvér, hogy megölik az édesanyjukat. Illetve először azt, hogy elveszik tőle az ékszereket, de mivel az édesanyjuk fölébred, úgymond kénytelenek őt elhallgattatni és megölni, és tulajdonképpen kész szúrással a halott anyát újra megsebezve hal meg az édesanyja. De vajon mik lehettek a szörnyűtett motivációi? És itt lép be a pszichoanalízis, mint magyarázat, hogy vajon mi késztette ezeket a gyerekeket arra, hogy ilyen szörnyűtettet elkövessenek. Tulajdonképpen benne van a magyarázat, vagy a magyarázat lehetőségei az Anyagyilkosság című elbeszélés szövegében. A két fiát éppen olyan keveset csókolta, mint verte. Kevés közük volt egymáshoz. Tehát a szeretet hiány, a bensőséges kapcsolat hiánya jellemezte ezt a csonka családot, mert ugye az édesapa már korábban meghalt. Aztán nagyon érdekelte ezeket a gyerekeket a fájdalom misztériuma. Ugye az volt a kedvenc elfoglaltságuk, hogy állatokat kínoznak szintén a padláson. De nem csak állatokat, hanem egymást is kínozták, illetve a szexualitás belépése ugye a prostituáltal kapcsolatban, a prostituáltat is kínozzák tulajdonképpen. Tehát a csókok és a kínzás együtt jártak az ő lelkükben. És aztán, mikor ezt a szexuális és agresszív élményt átélik, akkor jönnek rá a gyerekek arra, hogy csak ezért érdemes élni. És tulajdonképpen ez az élmény váltja aztán ki ezt a fajta gyűlöletet, már lappangó gyűlöletet az édesanyjuk iránt. Hát azt gondolom már kiderült Eszter, illetve az én előadásomból is, hogy az álmok mennyire központi szerepet játszanak a Csáti életműben. Természetesen az álomfejtés elolvasása és kijegyzetelése bizonyítja ezt. Viszont én most egy olyan Freud munkára szeretném felhívni a figyelmet, ami az álomfejtésen kívül talán kevéssé ismert, ez pedig a Téboly és az álmok Wilhelm Jensen gradivájában. Ez Freud művészeti írásaiban jelent meg, és tulajdonképpen egy szépirodalmi műből Jensen Gradiva című novellájából kiindulva azt fogalmazza meg, hogy a pszichoanalitikus tudományt megelőzően tulajdonképpen a költők már rájöttek arra, a költők és az írók, hogy az álomnak mennyire nagy szerepe van az emberek motivációiban, illetve milyen fontos a szereplők, a fiktív szereplők álmainak az ábrázolása. Egyébként ez a bizonyos Gradiva című dombormű, ez ennek a novellának kiinduló pontja, és ez a másolat egyébként megtalálható még a londoni Freud Múzeumban is. Tehát Freud nagyon nagy kedvet kapott, hogy pszichoanalitikus szempontból elemezze Jensen Gradiva című elbeszélését. Egyébként ez is egy nagyon érdekes párhuzam, hogy ennek a novellának a főszereplője egy régész, Norbert Hanold, és tulajdonképpen a régészet és a pszichoanalitikus
pedagógus módszer nagyon hasonlít egymáshoz, hisz a régész az eltemetett tárgyakat, antik tárgyakat hozza felszínre, és a kiásás folytán felszínre hozza a betemetett tárgyakat. Ugyanúgy a pszichoanalitikus az elfolytás eredményeképpen a felszín alá került lelki tartalmakat hozza felszínre. És tulajdonképpen ennek a pszichoanalitikus módszernek a rögeszmegyógyításban van Freud szerint nagy szerepe. Még csak annyit erről a novelláról, hogy ez a bizonyos női főszereplő, aki valójában Zoé, a régész fiatalember gyerekkori szerelme, barátnője, ő hozza a felszínre ezt a bizonyos elfeledett tudattartalmat, tehát ez a fajta pszichoanalitikus szemlélet, illetve az álmoknak a szerepe, tehát az álomfejtésen kívül egy másik Freud írásban is megjelenik. A Varázsló kertje című címadó novella ugyancsak egyfajta elfeledett tudattartalomnak a felszínre hozásáról szól. Erre talán emlékeznek a kedves hallgatók, hogy tulajdonképpen a vasfiúkkal találkozva próbálja az elbeszélő a varázsló kertjének a leírását, illetve ezt a fajta gyerekkori élményt a felszínre hozni. Itt abszolút a gyermeki fantáziának a partalansága, illetve különlegessége fogalmazódik meg, hiszen a valóságban létező ház, illetve kertben, illetve a házban, hogy mi van, ez a gyerekek fantáziájára van bízva. Motívumrendszerét tekintve emlékeztet egy kissé az anyagyilkosságra, hiszen a szexualitás minden virág leányá változik, illetve a varázsló rabszolgái, a rablók elmennek rabolni és gyilkolni. Tehát ezek a szörnyű tudattartalmak így a gyerekek fantáziában felmerülnek, viszont szerencsére még nem hatalmasodnak el annyira, hogy szörnyű tetteknek a kiinduló pontja legyen. Nem tudom, hogy... Jó. Hogyha már gyerekekről van szó, és gyerekhősökről, szintén a pszichoanalízisnek az egyik alaptétele, hogy a gyerekkori élmények, a gyerekkori elfeledett élmények mennyire jelentősen befolyásolják a felnőtt lelki állapotát, illetve milyen nagy hatással vannak a felnőttek életére. Tulajdonképpen a Szombateste, illetve a Vörös Eszti az a két novella, ami szintén ebben az első novellás kötetben szerepel, és nagyon plasztikusan, nagyon érzékletesen mutatja be a gyermeki léleknek az alakulását. A Szombateste tulajdonképpen egy nagyon-nagyon egyszerű életképnek is fölfogható történet, amikor is az elbeszélő a szombatestét, a szombateste banális programjait, ami nagyon-nagyon kellemes, és nagyon szeretik a gyerekek, ugye másnap sokáig lehet aludni, erről szól, hogy ki mit csinál szombateste. Ugye a szombateste, az mindig a legszebb. Tulajdonképpen ez nem csak életkép, hanem tudatnovella is, hiszen a gyerekeknek a tudatállapotát is tükrözi ez a irodalmi szöveg, és ez a harmónia viszont azért nem maradéktalanul valósul meg, mert hogy a harmóniába azért mindig betüremkedhet a szorongás, és ez a szorongás, mint lelki állapot a homokember nevű mesehősben reinkarnálódik. Így is fejeződik be egyébként ez a novella, hogy a homokember, az óriás homokember az ágy peremén a falhoz húzódva, komolyan figyelve gubbaszt. Egyébként Csárd Géza nagyon nagy mestere volt ennek a szorongásnak, illetve a harmónia veszélyeztetettségének az ábrázolásában. Tehát ezek nagyon finom költői eszközök, mondhatjuk úgy, de nagyon jól tükrözik tulajdonképpen ezeket a nagyon is emberi lélekállapotokat.
Azt gondolom, hogy az anyagyilkosság, vagy akár a Kisemma című szövegekből is kiderül, hogy a gyermekkor azért nem egy idilli állapot. Benne vannak olyan gyilkos ösztönök, amelyekről talán nem is nagyon illet beszélni, műveltársaságban úgymond, illetve az irodalmi alkotásoknak a nagy része is a gyerekkort úgy ábrázolja, mint egy tökéletes édeni állapotot. Csát Géza volt talán az elsők között, aki rámutatott arra, hogy sokkal bonyolultabb a gyermeki tudat, és sokkal összetettebb, és nagyban meghatározza bizony a felnőtt kornak a történéseit. A mesealakok, a meseszövegek is benne vannak ezekben a novellákban, viszont a mese sem egy idilli költői szöveg, hanem nagyon gyakran a mesealakok is megbénító hatással vannak a gyerek lelkekre, tehát nem, hogy megnyugtatnák esetleg a gyerekeket, harmóniát sugároznának, hanem ugyanúgy veszélyeztetik és ugyanúgy megijesztik a gyerekeket, mint esetleg a valóság ijesztő jelenségei. Most idő hiányában nem tudjuk az egész Vörös Eszti című novellát felolvasni, viszont egy szöveget majd meghallgatunk Eszter előadásában. Egyébként az irodalomtörténészek a Vörös Eszti című novellát tartják az egyik legsikerültebb Csát novellának. Tulajdonképpen ez is fölfogható egyfajta önéletrajzi monológnak, hisz a múlt történéseiből az elbeszélő a mesékhez, illetve a főhősnőhöz, Esztihez való viszonyát meséli el. Nagyon röviden a cselekmény annyi, hogy az elbeszélő beleszeret Esztibe, aki egyébként az öccse Dajkája, és akkor, amikor gyerekkori szerelme jeléül Eszti ágyát frissen vágott rózsákkal teleszórja, akkor bizony kikapott ezután az elbeszélő, viszont az érződik, hogy ez a fajta gyerekkori szerelem nagyon erős volt a gyerek tudatában. Egyébként nagyon érdekes ez a novella szöveg, hiszen a gyerekkor, mint múlt, illetve a jelen, ahogy visszapillant az elbeszélő erre a történetre, összemosódik. Tehát szinte, minthogyha egy szinten mozogna a jelen és a múlt elbeszélése. Egyébként annyi még ehhez a történethez elmondható, hogy mikor felnő az elbeszélő, találkozik Esztivel a fővárosban, Esztiből már prostituált lett, és aztán az elbeszélő szeretőjévé válik. És most következik ez a szöveg, amikor az elbeszélő és Eszti a meséken keresztül, az Andersen meséken keresztül újra egymásra találnak. A Vörös Eszti. Hajlott háttal, hajporos parókával, aranygombos ében fa pálcára támaszkodva egy öreg ember lépett be és felém közeledett. Csak hamar megismertem, Andersen bácsi volt. Reám nézett mély kék szemeivel és megállt az ágyam mellett. Fiatal barátom, szólott, ugye megismersz engem? Tudod ugye, hogy én szeretlek? Amint szeretem az ólomkatonát, a kis táncos nőt, Bodza anyókát és a szép Katerinát is. Szeretem Esztit is. Valójában örülök annak, hogy ő szintén szeret téged. Bájos és kedves, ha egy fiatal leány és fiú megértik egymást. Meséimben nem ritkán olvashatni ilyesmiről, ugye? Igen, suttogtam. Hát emlékszel-e még az anya történetére, kérdezte. Emlékszem, feleltem, ahol az anya gyermekéért a halál országába megy. E mesében az anya odaadja mindenét, hogy föltalálhassa a halál országát. Igen, odaadja a szemeit és a haját és karjait és a könnyeit is mind, mondtam gépiesen és szomorúan. De nem csak a mesében van így, a te édesanyád is egészen így tenne, fiacskám, szólott Andersen bácsi reszkető, rábeszélő hangon. Az ifjúság és a vágy benned, mint egy tőből nőtt nagy virágok virítanak, és aki látja, az örvend neki. Kis szünetet tartott, és botját csiklandóan végighúzta az arcomon. De a hozzáértő kertész megijed ám, és óvja a két virágot, amelyek pompázásukkal elpusztítják egymást. Érted, hékás? Gondolj erre a két virágra, mert tudnod kell, hogy ha az egyik elhervad, elhervad a másik is. Úgy ám, no Isten veled! Kellemes hűvösséget éreztem a homlokomon, anya kezét, aki az ágyam szélén ült.
Mikor fölnyitottam a szemeimet, azt kérdezte, hogy nem vagyok-e éhes. Arra kértem, hogy olvassa el az anya történetét. Csak másnap reggel jutott eszembe, hogy Eszti ekkor már nem volt a szobában. 3 nap múlva szabad volt fölkelnem, s erősen bebugyolálva édesanyámat a vasúthoz kísérhettem. Az indóházból visszajövet Eszti lakására vitt az első utam, azt mondották ottan, hogy az előtte való nap költözött ki a szobából, nem tudni hová. Eleinte nagyon rossz volt esténként magányosan hazamenni. Olykor soká eláldogáltam az utcán, azt várva, hogy Eszti mégis jönni fog. De nem jött, és hírét se hallottam azóta. Köszönjük szépen. Tehát a felnőtt narrátorról van szó, aki tulajdonképpen visszasüllyed, vagy visszatalál gyermeki önmagához, és ez a fajta alávetettségi viszony érződik akkor, amikor az édesanyja megjelenik. Lehetséges, de hát persze ez is csak föltevés, hogy az anya azt teszi, amire az elbeszélő tudat alatt is vágyott. Tehát, hogy ezt a kapcsolat befejezésére vegye rá Esztit, illetve az elbeszélőt. Biztosan arról is szó van, itt így utalások szintjén, hogy tulajdonképpen a felnőni nem tudó narrátor a személyes felelősséget áthárítja az édesanyára, aki tulajdonképpen nagyon hathatósan felszámolja ezt a társadalom által bűnösnek ítélt szerelmi viszonyt, hisz mégiscsak egy utcalányról van szó, hiába ismeri régről az anya Esztit, hiába volt megelégedve vele, akkor is ez egy bűnös viszony. És ezt a fajta összetett jelentés, illetve jelentéstani összetettséget nagyon finoman, nagyon líraian ábrázolja Csát Géza, tehát talán ezért is nevezik az egyik leg, vagy ezért is tartják az egyik legsikerültebb novella szövegnek a Csáti életműben. És már csak egyetlen egy novelláról szeretnék legalább érintőlegesen beszélni, ami tulajdonképpen ennek a bizonyos pszichoanalitikus hatásnak az iskola példája. Hogyha esetleg utána néznek a Csáti novellisztikában, hogy melyek azok a novellák, amelyek egyértelműen tükrözik a pszichoanalízis hatását, a Dénes Imre biztosan köztük van. Az elmebetegségek pszichikus mechanizmusának a komplex elméletét szokták egyébként ráhúzni erre a történetre. Én erről most nem beszélnék, mert Eszter beszélt róla. Annyi az érdekessége ennek a diának, hogy ez az eredeti orvosi szövegben, tehát az elmebetegségek pszichikus mechanizmusában ez az oldal, ami ábrázolja ezeket a komplexeket. És hát ebből kiindulva ezt a komplex elméletet ráhúzva, illetve ezt felhasználva próbálják meg értelmezni Dénes Imre a főhős élettörténetét. Ez az előbbiekkel, ez a novella szöveg az előbbiekkel összehasonlítva már nem egyes szám első személyű, tehát nem personális elbeszélésről van szó, hanem egy hagyományos egyes szám harmadik személyű elbeszélésről van szó, amelyek külső nézőpontból ábrázolják Dénes Imre élettörténetét. Nagyon röviden arról van szó, hogy Dénes Imre az édesapjával Amerikába megy dolgozni, ahol megismerkedik egy szép amerikai hölgyel, a fehér ruhás Miss-szel, akit viszont nem mer megszólítani. Egyébként a szövegben vannak olyan belső nézőpontú részletek, amelyek belülről ábrázolják a főhős lelki rezdüléseit. Ez a részlet is ezt illusztrálja, hogy mit is gondol Dénes Imre, amikor ezt a szép hölgyet látja. Szorong, hogy mi lesz, hogyha megrólják, hogy nem a misére, nem a papra figyel, viszont mégiscsak néznie kell ezt a szép nőt, akibe menthetetlenül beleszeret. Viszont nem mer neki semmiképpen sem szerelmet vallani. Tehát látjuk, hogyha ezt a komplex elméletet nézzük, akkor a szexuális komplex kerül előtérbe. De mivel nem meri a szerelmét megvallani, nem tudhatjuk, hogy a lány viszonozza-e a szerelmét, avagy sem. Egyébként szintén
ennek az orvosi szakmunkának az egyik megállapítása, hogy a szexuális komplex legnagyobb sérelme a visszautasítás miatti félelem, tehát ez lélektanilag talán indokolt, hogy nem meri megvallani a szerelmét, viszont ez a fajta meg nem vallott szerelem, ez egy kóros reakcióhoz vezet, hiszen Dénes Imre tulajdonképpen beleőrül ebbe, hogy nem teljesedhetett be a szerelme a saját gyávasága miatt, és miután hazatérnek Magyarországra, furcsán kezd viselkedni, és bár mindenkiben, a paptól kezdve a disznóig mindenkiben ezt a szép miszt látja. Eleinte persze próbálja a család, a szülők, akik egyébként másodunokatestvérek, tehát akár még ezzel magyarázható is Dénes Imre sérülékeny pszichéje, és aztán mégiscsak kórházba kerül, de az orvosok sem tudják megszabadítani ettől a rögeszmétől, és ez a fajta patológikus sérülés már visszafordíthatatlan. Viszont nagyon jellemző, és ezzel zárnám is az előadásomat, hogy hogy is kommunikál, mit is gondol, hogy is próbálja ezt a fajta lelki sérülést magának is megmagyarázni a főhős. Azt csúgja a segédorvosnak, hogy Amerikából kap üzenetet egy drót nélküli telefon útján. A szép miszt telefonozik neki egész nap. Drót nélküli telefon? A tudósok és a kutatók mindeddig hiába fáradoztak rajta, hogy megalkossák ezt az apparátust. A boldogtalan szerelem számára azonban már évtizedek óta megkonstruálta, fölszereli és díjtalanul rendelkezésre bocsátja az őrület. És akkor még néhány szakirodalmat megmutatnék, így a sok közül. És nagyon megköszönöm a türelmüket és a figyelmet. Én is köszönöm Eszternek és Erzsébetnek ezt az igazán ilyen csáti teljességre törekvő előadás, ami ugye azért kettőből tevődött össze, úgyhogy az orvos terület és az irodalom összetudott valahogy kapcsolódni benne. És Imrének is nagyon köszönöm, akinek ugyan el kellett menni, egyáltalán elvállalta ilyen körülmények között ezt az előadást, és azt hiszem, hogy nagyon szerencsés volt, hogy pont ezek a korai, igazán nagy írói novellák tudtak megszólalni. Azokból idéztetek, mert azért ugye az irodalomtörténet azt mondja, hogy ezek a Dénes Imre féle kicsi kibontottabb, didaktikusabb novellák már azért a szép irodalomban nem olyan reputációjuk, tehát nem annyira, tehát kevesebbet hagynak az olvasóra, és szerintem érezni is befogadóként, hogy a fantázia tevékenységünk már nem tud annyira működni, amikor ennyire ennyire nem bíz ránk semmit az író. És ott az a szép hangulatok, és a móricis szikársággal vetekedő objektivitás az azért a tízes évek legelejének a prózájában az azért igazán lenyűgöző a csátnál. És még azt szeretném hozzátenni, hogy ezek a gyönyörű dokumentumok, vagy hát igen-igen izgalmasak legalábbis számomra, ezek a kiállításban láthatóak, ami itt most a PIM-ben van, és erre így úzdítanám is önöket. És akkor talán még egy picike időnk maradt arra, hogy önök is hozzászóljanak, kérdezzenek, és nem is húzom az időt, adom át a mikrofont. Nem szépen. Én tegnap volt két szabad órám, és végignéztem a kiállítást készülésképpen. Megkérdezném, hogy az Olga mivel foglalkozhatott a felesége, ez egy kérdés. Másik dolog, amiről beszélnék, az a naplónál megfigyeltem egy érdekes ütemeződési kérdést. Mondták, hogy 10 éves korától 32 éves koráig naplózott. 18 naplót számoltam meg.
Tehát az, és látszik is a datálásokból, hogy szinte évenként készült egy-egy naplófüzet, de nagyon érdekes aszimmetria volt 911-ből, amikor három vagy négy füzet az egyetlen évről szólt, majd valószínűbb, hogy a háború miatt, de 14 és 17 között három évet húz át egy naplófüzet. Erről kérdezném egy kicsit, hogyha jobban belementek. Hát érdekes a megfigyelés, viszont annyiban talán kevéssé van létjogosultsága, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, hogy ezek nagyon különböző formátumú naplófüzetek, van amelyiknek mind a két oldalára írt, van amelyik csak az egyikre, tehát hogy tulajdonképpen így mennyiségben, igen, mennyiségben ez nem jelent semmit, illetve a 14-es, tehát amikor a háborúba ment, ott nagyon-nagyon sok naplófejezése származik abból az időszakból, viszont ott egy ilyen úgynevezett Volker Notes könyvvel ment, ugye ez a kapcsos könyv, amiből ki tudta szedni a lapokat és hozzá tudott tenni, és valójában azt hiszem, hogy ez nem szerepel a kiállításon, ott talán van egy kis csalás, de hogy ez egy nagyon vastag halompapír. És hát ugye van még egy olyan íve is a kéziratok a naplók változásának a csáti életútban, amit szerintem a kiállításban így elég jól érzékeltetünk, hogy az első teremben ugye a gyerekkori naplófüzetek láthatók, a magók nagyon szép rendezettségében, de ugye ott az utolsó teremben, a széttört tükör körül, ott már nagyon kaotikusan jelennek meg, mert hogy maguk a kéziratok is leképezik azt a változást, ami csát életében és személyiségében végbe ment, és itt ugye már ilyen papírfecnik vannak, az orvosi rendelőkönyve van, szóval tulajdonképpen itt az utolsó időszakban már, ami keze ügyébe került bármilyen papírra, készítette ezeket a leginkább Olgát vádló feljegyzéseit. Ugye itt is van egy ilyen áthallás a Kongizellával, és ugye ez a paranoiának az egyik velejárója, hogy ezeket a vádjait, meg a kényszeres feljegyzéseit gyakorlatilag minden létező papírra leírja. Szóval, hogy itt már az utolsó időszakban nincsenek is, egy-két naplófüzet van, ami ott ugye látható azon a falon, de az összes többi ilyen fecnik halmaza is, ezeknek is gyakorlatilag végtelen a sora. Hát nem volt Olgának foglalkozása, úgyhogy ez csak így röviden ennyivel. Olga néhány évvel idősebb volt, mint Csát, nagyjából egy ilyen három évvel. És ugye szerintem az is fontos, hogy ezek a naplók megjelentek, mégpedig a te és a Szaj Béli tanár úr jó voltából. Én csak azt szeretném megjegyezni, hogy Szabadkán a mai napig létezik az a kert, amiről Csák Géza mintázta a varázsló kertjét. Nagy templom mögötti Zsák utcában van, úgyhogy akit érdekel, megtalálhatja, és jelenleg is tele van gyönyörű színes virágokkal, úgy, mint ahogy régen volt. Szóval én úgy tudom, hogy hamarosan ott egy építkezés lesz. És de még megvan, még meg még lehet most látni. Megvan, de sietni ezt, kell. Ezt azért esetre. Tudom, mert én Szabadkáról származom, és sietek vissza Szegedre, mert ott élek. Köszönjük, hogy eljött. Igen. Mert hát a saját kertünkbe és a saját lelkünk kertjébe is visszamehetünk. Ott jó, szuper, szaladok. Köszönöm. Kincses Kovács Éva vagyok, irodalomtörténész, és az ELTE stíluskutató csoportjában évtizedekig foglalkoztunk a századforduló stílus kutatásával, magam pedig Csák Géza kutató voltam egy időben. Nagyon örülök, hogy itt van Szabadkáról a hozzászóló, mert én Szabadkán és Újvidéken hát igen hosszú időket eltöltöttem, mégpedig ösztöndíjjal. Ugye a régi Jugoszlávia idejében államközi ösztöndíjjal voltam, tehát magyar és jugoszláviai államközi ösztöndíjjal Újvidéken. Na most itt is Csák Gézát kutattam, de Szabadkán, a szülővárosában, ott olyan nagyon élénken élnek a Kosztolányi és a Brenner család, ugye Csák Géza írói nevén, hagyományok, és a kutatások is, hogy engem is mindenhova Dévavári Dér Zoltán
akinek a fiával volt alkalmam nem is olyan nagyon régen találkozni is. Tehát elvittek mindenhova, és igyekeztek megmutatni azokat a helyeket, ahol ő járt. Hát Palics is például, ahol ugye fürdőorvosságot vitt, vagy pedig menjünk Hajdú-Bihar megyébe, mert ott is volt fürdőorvos. Olgával is egy ilyen fürdőorvoslás során ismerkedett meg, és a naplói szerint, amelyek ugye most már kiadtak, tehát mindenki számára hozzáférhetőek ezek a naplók és a szexuális feljegyzések, azokról egy nagyon érdekes irodalomtörténeti adalékot mondok, inkább a közönségnek, mert a szakmabeliek mind tudják, hogy ezek így kéziratos formában, másolással, illetve ilyen gépiratokban, meg stencilezett iratokban a 70-es években terjedtek, így levelezés formájában. Nem csak az irodalomtörténészek között, hanem például én bölcsész hallgató voltam Debrecenben, és oda is eljutottak ezek, és ezeket ilyen borzasztó izgalommal, ugye hát a szexualitásnak ezek a különböző ágazatai és aztán fordulatai nagyon izgatják ezt a korosztályt, akik most is itt ülnek ugye nagy többségben. Tehát ezeket érdemes azért úgy tanulmányként is elolvasni. Most én a szín világával foglalkoztam, és ebből publikáltam igen sokat. Tehát Csárd Gizának a novellái, különösen a Varázsló kertje, ami erre nagyon jó alkalmat ad, de maga a kötet nagyon jó alkalmat adott, és a fekete csönd, ugye a fekete, a vörös eszti, a vörös, tehát a szín, ugye a századforduló és a szecesszió világában, az kiemelkedő jelentőségű. Most az olvasóknak azt mondom, hogy amikor olvassák, akkor kötetben érdemes elolvasni. Tehát nem egy novellát, mert esetleg az riasztó lehet, vagy nem tudja, mibe beágyazni. De hogyha kezébe veszi a Varázsló kertje novellás kötetet, és azt olvassa, akkor a csáti világ az jobban fel fog tárulni a számára, és élvezhető lesz. Zseniális író volt, és hát több művészeti ágban, hát festett, színdarabot írt, amelyeket előadtak, ugye a Janika. Zenekritikus, nagyon jelentő zenekritikus a kortársakról, állandóan ott ült, ugye, és hallgatta ezeket a darabokat, maga is zenélt, és az egész család, ugye, hát Kosztolányi unokatestvére volt, tehát egy rendkívül izgalmas pálya, és még egy, a tanárok számára azért érdekes, mert megmondom, hogy a mi kutatásaink segítségével és alapján is került be az érettségi tételek sorába. Csárd Géza is. Úgyhogy ennyit szeretnék így kiegészítésképpen és biztatásképpen, mert azért pszichológusi szemmel, nem irodalomtörténészi szemmel, azért ez nem egy könnyű feladat ezeknek a befogadása, ezeknek a novelláknak a befogadása. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az előadást, nagyon élvezettel hallgattam. Mi is köszönjük a nagyon érdekes adalékot, vagy hogy mondjam, kiegészítést, ami tényleg a zenekritikusi, meg a festői tevékenységéről tényleg csak az előadás perspektívája miatt nem eshet szó, és szerencsére a kiállításon ezekre is nagyon szépen találhatunk referenciát. Még talán, ha nem nagyon fáradtak, meghallgatunk egy utolsó kérdést. Köszönöm szépen, egy nagyon rövid kérdésről van szó. Én identitástörténetet kutatok, és Bécs és Budapest között ingázom. Valószínűleg a többség már látta Gustav Klimt és Egon Schiele hagyatékát, ami Budapest testvér városában felelhető, illetve a Prágát meglátogatjuk, akkor ott is vannak hasonló nyomok. Úgy tűnik, hogy az osztrák-magyar monarchia
az szervezetileg és egyéb módon megszűnt létezni, de kulturálisan és kulturális antropológia szintjén máj napig köztünk él. És ennek a nyomai az, hogy mi Csát Gézáról beszélünk, vagy az osztrákok Egon Schiele-t és Gustav Klimtet egyfajta identitásképző elemként közvetítik. Szabad-e feltételezni valamilyen kapcsolatot? Tehát az, ami Csát Géza az irodalomban, hogyha nem csak magyar irodalmat veszünk, hanem az osztrák magyar monarchiának a multikulturális és több nyelven, de egy lélekkel, és azzal a modernitással megjelenő közös birodalmi kultúráját, amely monarchia, illetve modernitás bizonyos szempontból talán modernebb, mint a monarchia után következő utódállamok, köztük Magyarország is. És hát történész szemmel ezt tiltják, hogy mi lett volna, ha. Tehát, hogyha az a modernitás folytatódik, aminek az egyik korabeli képviselője Csát Géza, vagy Gustav Klimt, Egon Schiele, de hadd játszunk el a gondolattal, talán Franz Kafka, vagy Jaroszláv Hasek, természetesen más stílusban, de valahol feltételezhetünk-e részben a pszichoanalitikus szemlélet, részben a korszellem alapján egyfajta közösséget, és van-e létjogosultsága innen, ebből a műhelyből nézve egy ilyen irányú kutatásnak, hogy ebből a generációból és ebből a pszichoanalitikus szemléletből sokkal sokszínűbb és sokfélébb leágazásunk vannak, nem utolsósorban sok nyelven. És a jelenlegi Közép-Európában ennek a témának, ennek a generációnak a kutatása elvezethet egyszer oda, hogy Gustav Klimtet, Egon Schiele-t, Csát Gézát és egyebeket egymás mellé rakjunk és összehasonlítsunk egy szimpózión vagy egy konferencia keretén belül. Köszönöm. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük a konstruktív ötletet. Most mi elsősorban a pszichoanalízis hatásával kapcsolatban állítottuk össze az előadásunkat, de hát természetesen, hogyha kitekintünk a Csáté életműben, akkor valóban a kor művészeti irányzatainak a hatását abszolút érzékelhetjük a Csáté életműben, tehát akár a szecesszió, akár a szimbolizmus, akár ez a Kafkát idéző szorongásos állapot. Tehát nagyon, hogy mondjam, széles a spektrum. Mi most csak így, itt egy szeletét választottuk ennek a bizonyos szellemi hatásnak, amit tulajdonképpen a pszichoanalízis jelent. Hiszen a pszichoanalízis természetesen nem csak egy orvosi, pszichológiai irányzat, hanem sokkal több annál, ezt gondolom, hogy sikerült érzékeltetni. És hát természetesen, hogyha a Csáté életműt a maga egészében nézzük, akkor azt leszögezhetjük, hogy nagyon sokféle és nagyon összetett az az életmű, illetve a novella típusoknak a sokasága, ami valóban feltételez egy szélesebb körű vizsgálódást. Tehát, hogyha esetleg lesz egy ilyen cél, vagy ilyen konferencia, akkor mi ebben nagyon szívesen részt veszünk Eszterrel. Egyébként én magam sem kimondottam, bár én az Orvostörténeti Múzeumban dolgoztam 25 évig, ezt gyorsan elmondom, tehát azért is választottam kutatási témának, mert hogy pontosan ezeket az orvosi, illetve pszichoanalitikus vonásokat kezdtem el kutatni a Csáté életműben, de amikor összeállt egy ilyen kis publikáció, akkor pontosan a lirizált novella típus, illetve a lirizálódás, mint irodalmi, illetve prózapoetikai jelenség nagyon, nagyon jól kutatható és nagyon jól illusztrálja egyébként a Csáté életműben ezt a fajta sokszínűséget. Úgyhogy én most ennyit tudtam mondani, de gondolatébresztőnek nagyon köszönjük az ötletet, és tovább fogunk gondolkodni rajta. Igen, azt hiszem, hogy
Mi is köszönjük, hogy ez a, tulajdonképpen az, hogy a közös kulturális források, a zeitgeist, ugye csak egy nagyon, tényleg nagyon apró adalék, hogy Ferenczi Sándor kétnyelvű volt, tehát magyar volt az anyanyelve és német. Tehát a közös kulturális horizont az abszolút ezeknél az embereknél működött, és nagyon nagy része a korabeli magyar kultúrának az osztrák-magyar monarchia révén eleve kétnyelvű volt. De most, bocsánat, ezt a nagyon izgalmas beszélgetést, itt azt hiszem, hogy egyrészt a fáradtságokán, meg hogy le is járt az időnk, be kell rekeszteni. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen Erzsébetnek és Eszternek az előadást, és szeretném akkor a következő alkalmunkat bekonferálni. December 6-án, télapó napján, avagy Mikulás, ismét egy a PIM-ben látható kiállításhoz kapcsolódóan Ady Endréről fog előadást tartani Pénzes István, pszichológus, a Jó csönd herceg, a csend és tudattalan a terápiában és a költészetben címmel. Akkor Őze Áron fog közreműködni. Ezt a kiállítást itt az előtérben nyitvatartási időben meg lehet tekinteni. Ez Ady halálának a 100. évfordulója kapcsán készült. És akkor nagyon köszönöm a figyelmüket, és még ha egy mondatot vagy megengednek, vagy egy nagyon-nagyon fontos információt, hogy főleg akik régebben járnak ide, tudhatják, hogy szinte napra pontosan holnap lesz egy évfordulója, hogy az, aki ezt a sorozatot elindította, a lelkes szervezője volt, és a beszélgetéseknek a házi asszonya vezetője, őt tavaly elvesztettük, november 16-án, elhunyt Valahi Anna irodalomtörténészről van szó, és az ő tiszteletére, vagy az ő iránt, az őre való emlékezéssel fogjuk megindítani az előadások egyes előadások felvételének a közzétételét, ami az önök a közönség részéről sokszor elhangzott kívánság volt, hogyha nem tudtak eljönni, akkor hogyan tekinthetik meg a hangfelvételeket, hogyan hallhatják, hogyan hallgathatják meg, vagy újra hallgathatják, hogy ezt a József Attila Társaság honlapján egy podcast csatornán fogjuk publikálni. 2006-ban egy kerekasztal beszélgetést tartottak Freud, Ferenczi és a pszichoanalízis hatása a magyar irodalomra címmel, amin a József Attila Társaság és a Ferenczi Egyesület tagjai vettek részt, és ezt a beszélgetést fogjuk a József Attila Társaság honlapján közreadni, amit önök elérhetnek vélhetően a holnapi naptól fogva. Úgyhogy köszönöm a figyelmüket, és várom önöket december 6-án is, és most jó pihenést, jó éjszakát!